Sziasztok! Ebben a videóban a 102 büdös kutyáról szóló játékot fogjuk bemutatni, amiben negatívó főszerepet játszik a skizofrén szörnyella de fasz. A játék 2000-ben jelent meg és Dominót a kókler spánielt irányítjuk, aki Anglia különböző pontjait szarja össze. A játék úgy indul, hogy a főmenüben mind a 102 kutya szarik és fingik, különböző fosfoltokat hagyva a monitor képernyőjén. A játék története pedig úgy, hogy épp a hátsó kertgyepét fossa össze Dominó és a szuka kutya Kárigolyó, amikor hirtelen találnak egy defasz játékbabát a földbe temetve. Utána az apa meg anyakutya közli a két kölyökkel, hogy az összes testvérüket elvitték, mert élőplüst akarnak belőlük csinálni. Így indulunk útnak, hogy megmentsük a kis családunkat, és az első utunk egy parkba vezet, ami élethűen ábrázolja az angliai parkot, ez vicc volt, ahol játékmajmok csörömpölnek meg egy bebaszott lepkevadász rohangál. Célunk ebben a 3D platformer játékban azon belül az első pályán 6 darab kutya felszabadítása, csontok felszedése, matricák gyűjtése, és a kurva városi galambok leírtása. A játék 22 pályát tartalmaz, cél az összes testvérünk kimenekítése és a főgonosz Dákó szőr de fasz elintézése. A videóban a harmadik pályát próbáltuk, ami a Piccadilly szörköz területen játszódott. Itt is voltak meglepő dolgok, például Rommel lövöldözött rám tankokkal a főtéren, és itt is volt egy kábzisz lepkevadász, aki annyira be volt lőve, hogy beesett a fos csatornába. Élvezzétek a játékmenetet, Dick! Sziasztok! Hey Fidget, what are those? Do you see what I see? Look over there, next to Horace. Well, I don't know, looking to visit the door, Horace. A manhole cover, just waiting to have its cover barked off. Yeah, watch this! Come here! Okay, it's open! Now for the fun part! You don't! Slow down, you mangy mutt! You're as good as sunk! I think Horace is feeling a bit down today.